Jó reggelt, napot, estét mindenkinek! Tudom, hogy nagyon rég nem volt cipőteszt a csatornán, de úgy adódott, hogy egy hosszabb versenyekkel teli időszak volt az én életemben, amelyekre el tudtam menni, és ugye ilyenkor mindig a versenyeket részesítem előnybe, de hát most egy ilyen holt szezon van, valószínű még ebben az évben egy-két versenyre jutok el, úgyhogy már is jelentkezem egy újabb cipőteszttel, amivel egy nagyon régi adósságot törlesztek Kelemen Zoltánnak, és nem csak, ugyanis ők nagyon várják ennek a cipőnek a bemutatását, és spoilerként annyit el is tudok mondani, hogy nem hiába. De hogy miről is van szó? A Hoka Oni Oni Mach 4-ről. A negyedik Mach szériát olyan modellek inspirálták, mint a Carbon X 2, vagy éppen a Rocket X, amelyek profi versenycipők, és megpróbálják az elit futóknak az igényeit kiszolgálni. Nos, hát, hogyha ilyen elődökből inspirálódtak a tervezők, akkor egy nagyon rossz cipőt már alapból nem tudtak letenni az asztalra, de hát ez nem egy nagyon rossz cipő. A Mach 4-es minden tulajdonságát örökölte az előbb említett két modellnek, kivéve a karbonbetétet, de így is ez a cipő alkalmas a mindennapi használatra és a különböző egyéni rekordoknak a megdöntéséhez. Lehet edzőcipőnek használni, lehet versenyeken, ez nem marketing szöveg, mert már én is közel 200 km-t szaladtam a cipőbe, és ezeket meg tudom erősíteni, hogy tényleg ezek így vannak. Tehát akkor jöjjenek is a jól megszokott szempontok. Hogyha a boltok polcain meglátjuk a Mach 4-est, egybe feltűnik a hasonlóság a Carbon X 2 és a Mach 4 között, különösen ugye a tal kialakítás az, ami erősen hajaz a Carbon X 2-re, ami ad egyfajta vagánságot, lendületet a cipőnek, mindamellett, hogy ugye funkcionálisan is megvan a tal kialakításnak a szerepe. Ez a cipő nagyon nem érhető el különböző feltűnő színekbe. Nekem ennek a sárgának a különböző árnyalatai vannak, még elérhető fekete, illetve kék színben, most az utóbbi időben kijött egy picit szembetűnőbb változat is. Talprész elől 24 mm, hátul 29, így a cipő dropja 5 mm. A férfi modellnek a súlya 232 g, és a női modellnek pedig 193, ami kifejezetten könnyűnek számít a mindennapi edzőcipőknek a társaságában. Az még számomra máig is rejtély, hogy a Hoka ezt a pihekönnyű súlyt hogy tudta összehozni, mert ezt érzett futás alatt is, hogy a cipő abszolút nem nehéz, de mégis megvan a megfelelő kényelme, a megfelelő csillapítása, ki van szivacsozva ott, ahol ennek ki kell lennie, úgyhogy ezért jár nektek a pluszpont Hoka. És ugye azt se szabad elfelejteni, hogy ez csak egy edzőcipő, így nem is tudok mást adni ennél az alpontnál, mint 10-ből 10 pontot. Ezt jól megcsináltátok. A talp a Mach 4-nél is, mint az előmodellnél, a Carbon X 2-nél, illetve a Rocket X-nél kétfajta habanyagból készül, ezt a Hoka ProFly habanyagnak nevezi, és ez gondoskodik arról, hogy a becsapódáskor ne vesszen el sok energia, viszont a megfelelő puhasága, a megfelelő csillapítása a cipőnek az így is meg tudjon maradni. Ez a habanyag, amit a talpnál alkalmaztak, két különböző tulajdonságú. A talphoz közelebb található. Ez a sötétebb sárga habanyag adja a lábfejnek a megfelelő csillapítása kellő puhaságot, míg a talajjal közvetve érintkező világosabb színű habanyagrész pedig felel a stabilitásért, a megfelelő energiaátadásért, és ez biztosítja a cipőben a megfelelően agresszív ellépést a futásoknál. Viszont ennek a habanyagnak van egy hátránya, mégpedig az, hogy a talajt a talpad alatt annyira nem érzed. De számomra is azt hiszem, hogy sok futónak, aki Hokába szalad, ez nem is annyira fontos, főleg aszfalton. Terepen ez még számíthat, de aszfaltúton ennek teljesen nincs jelentősége, szerintem. Én úgy vagyok vele, hogy inkább legyen nagy a kényelem, a megfelelő csillapítás, a megfelelő rugalmasság, dinamika, mint az, hogy minden kis kavicsot, mindenféle gödröt megérezzek a cipőben. De ez az én személyes véleményem, akiknek ez számít, mindenféleképpen vegyék ezt figyelembe. A Hoka a csillapításba szinte verhetetlen. Ennek a ProFly hanyagnak köszönhetően egy olyan kényelmet tudnak biztosítani, amelyet kevés futócipőgyártó tud letenni az asztalra, de a felső rész is legalább ennyire tökéletes, ugyanis majdnem ugyanabból az anyagból készül a felső rész, mint a Carbon X 2-nél,
Csak ugye ez egy picit jobban ki van szivacsozva. Szivacsosabb a nyelve, illetve a saroknésznél is több szivacsanyagot használtak, illetve ez a habanyag egy 3D-s technológiával nyomtatott, teljesen varrásmentes anyag, ami körülöleli a lábat, és megfelelő tartást biztosít a lábfejnek. És most, hogy jön a tény, az, hogy ez a felső rész vastagabb anyagból készül, és ha most akarod megvenni, mert ugye jön a Black Friday is, szevasz Artur, akkor télen kifejezetten előnyt jelenthet. Ennek az anyagrésznek így is, hogy egy picivel vastagabb, megfelelő a szellőzése, úgyhogy ezt is tökéletesen megoldotta a hoka. A nyelvről már volt szó ugye, hogy sokkal párnázottabb, így én gyakran érzem azt a gyengébben párnázott cipőnyelveknél, hogy a fűző elsérti a felső lábfejemet, nos ennél a cipőnél ilyen érzetem se a lassú futásoknál, se a gyors futásoknál abszolút nem volt. Az Achilles sérülésem óta bevallom, hogy kifejezetten figyelek arra, hogy egy cipőnek milyen, illetve hogy van kialakítva a sarok megtámasztása, és ennél a cipőnél, hát megleplek, hogyha azt mondom, hogy ez is tökéletes, ugyanis megfelelő tartást ad a saroknak. A lábad nem csúszkál benne se jobbra, se balra, illetve megfelelően is van szivacsozva ahogy, hogy a futás kényelmes legyen benne. Tehát kényelem szempontjából most egy olyan cipőt tartok a kezemben, ami tökéletes választás mind a gyors, mind a lassú futásokhoz, azoknak a futóknak, akik a kényelmet keresik, mert ebben a cipőben ezt meg fogjátok találni. Így nem is adhatok más, mint 10-ből 10 pontot, de ugye ezt már a Hoka modelleknél megszokhattuk ennél az Alponnál. Most a rugalmasságért, a dinamikáért, ami felel, az a talp. Most nagy okosságot mondtam. A talpnak a rugalmasságát, a dinamikáját a Carbon X-nél kifejlesztett habanyag adja, ugye amit Profly-nak nevez a Hoka. Futás közben azt érzed, mintha felhőken szaladnál, de mind a mellett megvan a kellő rugalmasság, a kellő dinamika, ez az előre röpítő, pattogósabb érzés is. Úgy érzed, hogy az edzéseid során repülsz előre, ahogy benne van ennek a modellnek a mottójában is. Train to fly every day. De nem csak a habanyagot vették kölcsön a Carbon X-től, hanem kölcsön vették a Carbon X 2-től a talpnak a kialakítását is, amely nagy hasonlóságot mutat, és ennek nem csak dizájnbeli, nem csak kényelembeli szerepe van, hanem szerepe van ebben a rugalmasságban, a dinamikában is. Ugye a két kis csáp a végén felel azért, hogy akik sarokra érkeznek, azoknak ne legyen túl nagy terhelés ez a becsapódási energia, de mégse veszítsenek annyi energiát el, hogy ez a futást negatív irányba befolyásolja. És persze csökkenti ez a két kis csápa sérülés veszélyt is. Amikor felhúztam ezt a cipőt és először elmentem benne szaladni, éreztem, hogy iszonyatosan kényelmes. De amikor gyorsat futtam, és most jól figyeljetek, 4-es pace alatt, akkor is ez a cipő megfelelő társ volt, csak úgy éreztem, hogy suhanok benne a futópályán. Tehát nyugodt szívvel lehet benne végezni tempós edzéseket is. Nem hiába, ez egy mindennapi edzőcipő. Így a rugalmasságra, a dinamikára, hát 10-ből csak azért nem adok 10 pontot, mert a 10 pontot csak a karbonbetétes cipőkből is a jók érdemlik meg, de a 9-et nyugodt szívvel megadom neki. Nos hát, megvárom, míg a traktor elmegy. Nos, lassan meg kell barátkoznom azzal a ténnyel, hogy a mai világban egy edzőcipőjét is elkérnek 600-700 lejt, és én még ezt mindig soknak tartom, de hát a futásban most már nagy üzlet lett, hogyha ennyit kérnek el, akkor ennyit fizetünk ki. Romániában ez a cipő 600-700 lej között mozog, Magyarországon pedig 50-60 ezer forint, ami mi első hallásra soknak tűnhet, de hogyha azt nézem, hogy ez egy tökéletes cipő, mind a gyors, mind a lassú futásokra, aszfaltra, és hogyha megnézem a konkurenciát, akkor áralapján nem is nagyon lóg ki a sorból, így én azt mondom, hogy ezt a pénzt megéri, és a 10-ből az ár érték arányra 9 pontot adok neki. Én a Hoka Mach 4-ben közel 200 kilométert szaladtam, és így elmondhatom, hogy tapasztalatot bőven szereztem vele. Voltak gyors futások, voltak lassú futások, voltak rövid, illetve hosszú futásaim is benne, és mindegyik edzésemnél
nagyon kényelmes volt. Ez az első, amit ki szeretnék emelni. A másik dolog pedig, ugye, mint már hallhattátok, a megfelelő rugalmasság, a megfelelő dinamika, ami kifejezetten segíti a gyors futásokat. Ami a hokánál nekem problémám szokott lenni, az egyedül a tartóság. Nos, a felső rész tartóságával nincsen problémám. Viszont a talpa. Ahogy felhúztam és megvizsgáltam a talpát körülbelül 30-50 km után, azt vettem észre, hogy ezen a részen nagyon elkezdett kopni. És persze megijedtem, hát ki szeretné, hogy 200 km után ne legyen a cipőnek talpa. Viszont ahogy tovább szaladtam benne, ez a kopás nem lett nagyobb, és a futás sem befolyásolta. Hogyha osztok szorzok, akkor azt mondom, hogy a 800 kötőjel 1000 km ebben a cipőben biztosan el lehet kényelmesen szaladni. Így a saját tapasztalataimra a 10-ből a kopás miatt a 9 pontot oda is adom neki. Egy nagyon jól megtervezett és legyártott cipő nem hiába olyan cipőktől örökölte a tulajdonságait, mint a Racketix vagy a Carbonic. Ebben a cipőben minden megvan, amire egy amatőr futónak szüksége lehet az edzései során. A lassú, illetve gyors futásokhoz tökéletes, sőt azt mondom, hogy nem profiknak még a versenycipő szerepét is akár betöltheti. Miért is ne, hiszen minden adott, ott van a iszonyat könnyű súly, ott van a dinamika és a könnyed, kényelmes futóérzet is. Én a cipőt soha nem éreztem instabilnak, mindig kellően tapadt az aszfaltra. Úgy éreztem magam benne a futásaim közben, mintha a tervezők meghallgatták volna a titkos kívánságaimat és csak nekem gyártottak volna egy futócipőt. Én csak ajánlani tudom, hogyha le is van árazva, akkor ne habozz, mindenféleképpen vásárolj meg, mert róla nagyon kevés rosszat, de annál több jót tudok mondani. Ugye az általam felállított pontrendszer is tükrözi, mert az elérhető 50 pontból 47-et szerzett meg magának, így ez az első helyre röpítette az ASICS Glideride elé. Hát mi a verdikt? Én megvettem, szeretem, ha te is megveszed, biztos vagyok benne, hogy szeretni fogod. Ez a videó ennyi lett volna, hogyha látni akarod a futásaimat, kövess be Strava-t, illetve van egy Facebook oldalam is, aminek a linkjét szintén leteszem a leírásba a Strava link mellé, arra is nézzél rá, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor mindenféleképpen megkérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, mert ezzel nagyon megsegíted az én munkámat. Hogyha tetszett a videó, lájkold és mutasd meg másoknak. Maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!